Dankó Tünde, azaz Tündér és a Sztárban Sztárlecek 2022-es, valamint a Dal 2023-as évadából megismert Szirtes Dávid új dalának klipjét Városunkban forgatták. A két előadó egy rendhagyó duettre állt össze, mely Petőfi Sándor Álmaimban gyakran című versének felhasználásával készült, így tisztelegve a bicentenáriumi év előtt. Minden este véled végszíppel, hideg kezeimet hagyom, melegítse a mámor. Szelít szavait közt mindig elveszik a valóságom. Te vagy az elmém végső gondolatja, mielőtt bezárkozik szemem, így az égen mielőtt az éjjön. Kiskorom óta nagyon szerettem a verseket, és mindig is a fejemben volt, hogy egyszer fel szeretnék dolgozni egyet, és emlékszem, hogy ez az interneten jött velem szembe, és szinte azonnal megfogadt, és szinte így ösztönből elkezdtem írni rá egy dalt, és először nem is jósoltam nagy jövőt neki, de aztán megmutattam a menedzsmentemnek, neki is tetszett, és hát azonnal elkezdtünk gondolkodni, hogy tudnánk kiadni, és még amikor írtam, akkor megszületett a fejemben, hogy tök jó lenne egy duettet csinálni ebben, mert nagyon ilyen dobálgatós szövege van. Így merült fel Szirtes Dávid neve, akinek első hallásra megtetszett a dal. A két előadó nem ismerte egymást korábban, de mindezek dacára hamar sikerült egy jó hangulatú, baráti kapcsolatot kialakítaniuk. Így a dal gördülékenyen és rövid idő alatt készült el. Olyankor, amikor elmész egy stúdióba, és kb. Először megvan első feléneklésre egy dolog, akkor az rossz biztos nem lehet, úgyhogy nálunk is ez volt. Az egyből leesett, hogy tökre összepasszolt a hangunk, és így együtt még csiszolgattunk a hangszerelésen is Szinke Máténál. Szerintem az egy hosszú, jó stúdiónap volt, úgyhogy biztos Tündi is nagyon egyetért ezzel, hogy ott azért megszenvedtünk, de egy nap alatt megvolt minden. Az elkészült dalhoz a videóklipet a Petőfi szülőháznál, valamint a Vadkerti tónál forgatták. Az előadók korábban még nem jártak Kiskörösön, ezért is volt hatalmas megtiszteltetés számukra, hogy a bicentenáriumban itt forgathattak és lehetőségük nyílt, így formában is megörökíteni Petőfi szülővárosát. Ugye nagyon egy ilyen hangulat klipet szerettünk volna csinálni, és már alapjában az, hogy ugye Kiskörösre kijöttünk, és a Petőfi ház is szerepet kapott, plusz csináltunk egy ilyen Petőfi taxit, ami eleinte így, hát néztünk Tündivel egymásra, hogy vajon milyen lesz, hogy lesz, de aztán igazából tök jó hangulatot adott a dolognak. Mind a ketten utaztunk, ő ugye ebben a taxiban, én megtanultam aznap evezni, ezt szeretem mindig elmondani, mert egy nap alatt megtanultam evezni, úgyhogy nagyon jó volt ott a Soltvadkerti Vadkerti tónál. A két előadó rendhagyó duettje, a végső gondolat már megtekinthető a legnépszerűbb videó megosztó portálon. A Dankó Tündével és Szirtes Dáviddal készült beszélgetést jövő hét kedden, azaz július 18-án Petőfi tér című kulturális műsorunkban tekinthetik meg.